Szombaton ismét megtelt élettel a kézművesek háza, hiszen a húsvéti időszak előtt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete minden évben megszervezi a tojásfestő maratonját, ami már több évtizedes hagyománynak mondható. Szenci Jánosné az Egyesület elnöke úgy gondolja, fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a népi hagyományokkal, ami az Egyesületnek is fontos missziója. A tojásnak egy ilyen varázserőt tulajdonítottak régen, és ha varázserőt tulajdonítunk, akkor azt a tárgyat ki is díszítjük. Ugye mindenféle motívum rákerül a tojásra, aminek jelentése volt. Tehát, hogy ha egy lány adta olyan fiúnak, aki neki tetszett, akkor mást mintát, más motivumot tett rá, meg akkor is másra, csak úgy a közönségnek szánta. Tehát ezekről nem mindegyikről tudjuk ma már ezeknek a jelképeknek a jelentését. A kicsik és nagyok olyan népi és modern dekorációs technikákkal ismerkedhettek meg, mint például a berzselés, írókázás vagy a patchwork díszítés. De a tojásfestés mellett lehetett készíteni különböző húsvéthoz kapcsolódó díszeket is, többek között gyöngy, állatkát, plüss nyuszi fejeket, valamint megismerkedhettek a kovácsolás művészetével is. Az Egyesület tagjai nagy örömmel látták, hogy ilyen nagy érdeklődés volt a szombati programon. Most, ha itt a hátam mögött megnézik, hogy milyen sok fiatal lány jött el, akkor nagyon örülök, mert akkor biztos, hogy vannak fiúk is, akik tojást fognak kapni, és akkor megmarad a hagyomány és a húsvétra való készülődésnek. Ez a nagyon jó része. De a tojásfestő maraton után sem áll meg az élet a kézművesek házában. Az Egyesület április elején csatlakozik a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 11. országos hétvégéjéhez, melynek keretében három szakkörrel is megismerkedhetnek az érdeklődők.